Na, hát sikerült, kérem tisztelettel, a technika nem tudott kibabrálni velünk, és itt van a telefonvonalunk túlsó végén dr. Nagy Beáta, kutatásvezető, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet egyetemi tanára, professzora. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, hát egy igen fontos kérdésről kell beszélnünk, arról, hogy miért lesz kevesebb nőből felsővezető, és ugye van egy ilyen kutatás, az Egyenlítő Alapítvány felsővezetői kiválasztási folyamatokat vizsgáló kutatása, és lehet, hogy azzal kéne kezdenünk, hogy egyáltalán eljut-e a felsővezetői kiválasztásig elég hölgy. Tehát, hogy ott van probléma a kiválasztási folyamattal, vagy eleve nem is, nincs esetleg ilyen ambícióik, vagy nem jutnak el odáig, vagy ezzel van valahol a probléma? Igen. A kutatás, amelyet az Egyenlítő Alapítvány szervezett, alapvetően a felső vezetői kiválasztási folyamatra koncentrált, de minden interjú alany beszélt arról, hogy szerintük miért nincsenek ott a nők. És attól függően, hogy kit kérdeztünk meg, más és más érveket is mondtak. Aha. Például a fejvadászok nagyon gyakran mondták, hogy már nincsenek ott abban a tartalék csoportban a nők, ahonnan ők választanak. Tehát, hogy ők nagyon kevés nőt látnak, akit ki tudnak választani és jelölni tudnak a vállalatok számára. De az is, olyan érveket is hallottunk, hogy alapvetően már nagyon korán, a 30-as éveikben elkezdik a nőket diszkriminálni a munkáltatók, mert mindig látják bennük, hogy ők anyák lehetnek, tehát potenciális anyaként tekintenek a nőkre. Éppen ezért már korán sem, középvezetői szinten sem választják ki olyan gyakran a nőket, mint a férfiakat. Amit még mi tehát a kettő össze is függhet, ugye, hogy azért nem jut el odáig, mert már korábban a diszkrimináció miatt nem tud haladni a ranglétrán. De még mielőtt így belépnének az álláspiacra egyébként a hölgyeket, az iskolában nem éri diszkrimináció? Nem kell nekik többet teljesíteniük mondjuk a felsőoktatásban, hogy ugyanoda elérjenek? Azt lehet látni, hogy a felsőoktatásban ott vannak a nők, tehát nagyon sok tehetséges nő van, ezt most nem tudjuk, hogy ők többet teljesítenek vagy sem. Azt látjuk, ez személyes tapasztalat is, hogy nagyon szorgalmasan tanulnak, és nagyon ambiciózusan tanulnak. Azonban már az egyetem vége felé elkezdenek egy picit befékezni, és azt mondják, hogy igen, szeretnék vezető lenni, de lehet, hogy inkább a családra szeretnék koncentrálni. Ez nagyon erősen összefügg a regionális, nagyon konzervatív társadalmi értékrenddel, mert mi ugye 4 országot vizsgáltunk, nem csak Magyarországot, hanem Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot, tehát úgy rendre előjött, hogy ez a konzervatív családfölfogás, ez hat a női ambíciókra is, de nem csak a nő ambíciójára, hanem a vezetők kiválasztást végző szakemberek ambíciójára, a vállalatvezetőknek a hozzáállására. Tehát igen, az egyetemen így is tapasztaljuk azt, hogy a lányok egy kicsit visszafogják a karriert. De nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem fogják vissza a karrierüket, hanem a társadalmi környezet akadályozza őket. Mert hogy van egy olyan gondolkodásmód, akár mondjuk a HR-esek fejében, vagy a kiválasztást végzők fejében, amelyik azt gondolja, hogy hát ők nem fognak annyira passzolni abba a szervezetbe, hát ők nem fognak folyamatosan 0-24-ben csak a szervezetnek az ügyen szolgálni. Tehát ez már a hölgyeknek a fejében, még mielőtt nekivágnának, megfogalmazódik, egy kicsit ilyen öncenzúra jellegű, és talán ez a legveszélyesebb. Hát mivel a társadalomból nagyon erősen jön ez az üzenet, a társadalom minden szintjéből, ez azért beivódik az emberekbe, de mondom, nem csak a nők fejébe, hanem azok fejébe is, akik a kiválasztást végzik. És ez gyakorlatilag visszahat arra is, hogy gondolnak-e egyáltalán a nőkre, mint kollégákra, vagy sem. Egy dologgal kiegészíteném, hogy szerintem ebbe az a nagyon izgalmas, és ami miatt mi elkezdtük, az volt, hogy mindenki a legjobb kollégát szeretné. Tehát ugye hiszünk nagyon a meritokráciában, hogy akik tehetségesek, akik okosak, akik szeretnének menni, azok hadd szárnyaljanak. Ugyanakkor valahogy azt tapasztaljuk mégis, hogy főleg férfiakat választanak ki. Tehát itt van egy ilyen óriási ellenmondás, hogyha tényleg a legtehetségesebbet keressük, akkor miért csak a
férfiak kerülnek be 90%-ba ilyen pozícióba. Akkor ez egy nagyon akkor... összetett probléma gyakorlatilag, igen. És egészen távol és mélyen gyökerezik. Része, egy másik része pedig hát abban, hogy... Uh-huh. Hogy ezek hogyan hatnak vissza ezek a szokták. Hát vegyük akkor végig gyakorlatilag a folyamatot. Ugye a felső vezetőkről beszélünk, azt meg gyakran fejvadászok választják ki. A fejvadászoknál tetten érhető bármiféle pozitív vagy negatív diszkrimináció egyik vagy másik nemmel kapcsolatban? A fejvadászok nagyon sokszor kapnak olyan megrendelést a kliensektől, hogy női jelöltek is kerüljenek a listára. Tehát ez egy globális trend, tehát most már mindenhol nagyon figyelnek arra a vállalatok, különösen azok a vállalatok, ahol nagyon kevés nő van a tech meg IT terület, hogy legyenek női jelöltek. Tehát, hogy a fejvadászok tisztában vannak ezzel az elvárással, ezért próbálnak keríteni női jelölteket, de nagyon könnyen föladják. Tehát nagyon könnyen feladják, és azt tapasztaltuk, hogyha valaki nem felel meg 100%-osan, 110%-osan a elvárásoknak, akkor lehet, hogy már nem kerül föl a listára, hogyha nő. Ez az egyik pont. A másik, hogy a fejvadászok ugye garanciát vállalnak azért, akit javasolnak az adott pozícióra. Hogyha ez az ember nem válik be 100%-osan, hanem mondjuk fél éven belül föláll, vagy egy éven belül, akkor újra kell kezdeni a fejvadászoknak a keresést, immáron külön fizetség nélkül. Tehát a fejvadászok eléggé szeretik kerülni a kockázatokat, és inkább olyan jelölteket küldenek, vagy ajánlanak, aki beszokott válni a vállalatoknál, és ez jellemzően férfi. Tehát itt mindenkinek kellene egy kicsit a komfortzónáját tágítani annak érdekében, hogy ne csak a megszokott középosztálybeli, fehér, középkorú férfiak kerüljenek föl ezekre a listákra, hanem azok a nők, akik amúgy megképzettek, és ott vannak ugyanúgy ebben a poolban. Akkor tehát hogy lehetne ezen esetleg egy kicsit változtatni? Uh-huh. A céges policy-ket kell alakítani, igen. Vagy esetleg az állami szabályozásra van szükség? Utóbbira is volt példa, csak az visszatetszést okozott nagyon sok helyen, amikor azt mondták, hogy legyen X% nő a felső vezetők uh-huh. között, hogyha ezt jogszabályba akarják előírni, akkor mindig felhördülés van. Nagyon sok mindent lehet tenni a jogszabályok mellett is. Mi 3 szintet azonosítottunk, és nagyon jól kezdték a beszélgetést azzal, hogy az oktatásban mi zajlik. Tehát hogy nagyon fontos, hogy már az oktatáson belül motiválják a fiúkat és a lányokat egyaránt, hogy ilyen típusú karriert is be lehet futni, vagy tech pályára lehet menni. Tehát az oktatás az nagyon fontos. De nagyon fontosak a szervezeti politikák, és azon belül a különböző tréningek. Több vállalat elkezdett már Magyarországon is ilyen a nem tudatos előítéletekkel kapcsolatos tréningeket. Vannak vállalati mentorálások, szponzorálások, amelyek kimondottan a női tehetséget próbálják föltárni és segíteni az előrelépésre. De egyéb ilyen women's network-ök is létrejöttek nagyon sok cég esetében, tehát hogy a vállalatok sokat tudnak tenni ezzel is, illetve ha egyáltalán átnézik a saját kiválasztási folyamatukat. Például, hogyha van egy ilyen vezetői kiválasztás, és az utolsó körben meghallgatják a jelölteket, ha az egyik oldalon a kiválasztók között csak férfiak ülnek, az sokkal kevésbé bátorítja a női jelölteket, mint hogyha a kiválasztók között is jelen vannak már néhányan nők a vállalat részéről. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgok, amikkel lehet változtatni. De találtunk olyan cégeket is egyébként, ahol világos kvótákat tűztek ki maguknak. Lengyelországi cégeknél láttunk ilyeneket, szemrebben és nélkül mondták, hogy 5 éven belül nekik 50-50%-ot kell elérni a felsővezetői szinten. Ezen dolgoznak. Igen. Említette Lengyelországot, hogy nagyon nagy a különbség etéren a visegrádi országokon belül, vagy nagyjából ugyanaz a kánon mindenhol? Vannak hasonlóságok, és ez a tradicionális felfogás a nemek szerepéről, ez mindenhol jelen van. Vannak különbségek, például a Lengyelország ugye az eléggé külön áll, egyrészt egy óriási piac, ezért a nagyvállalatok is úgy tekintenek a
a lengyel piacra, mint ahol érdemes nagyon investálni, mert hogy sok munkavállaló van, nagy felvevő piac, nagyon mobilak a lengyel munkavállalók, és ezt tapasztaltuk, hogy Lengyelországban a nők, általában a női egyenlőség kérdése az sokkal fontosabb volt a válaszadóinknak, tehát nagyon-nagyon ambicionálták ezt a kérdést, nagyon erős vállalati politikát látunk, és azt mondták többször, hogy a több interjú alany is, hogy a lengyelek úgy éhesek a pozícióra, tehát hogy ők mennének. És van egy nagy társadalompolitikai különbség a Lengyelország és a többi között, mégpedig ott nincsen ez a 3 éves gyes-gyed rendszer, tehát aki tényleg érdekel a karrier, az a mondjuk 1 évig marad otthon általában, és utána valamilyen piaci alapon oldja meg a gyereknevelést, mert bölcsőde óvoda sincs akkor még. És ezért kialakult egy ilyen rendszer, hogy vannak bent lakó nenik, akik átvállalnak a feladatokból. Tehát más a hozzáállása a társadalomnak is ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk milyen anyaképet ápol magában. Még egy utolsó kérdés, mit adnak a nők a menedzsmenthez? Tudjuk-e azt kimutatni, vizsgálni, hogy egy ilyen vegyes összetételű menedzsment esetleg jobban működik, mint egy férfiakkal dominált? Igen, a sokszínűség megéri, és 2 dolgot ad a sokszínűség, és itt nagyon fontos ezt mondani, hogy férfiak, nők együtt, vagy fiatalok, idősek együtt, vagy különböző társadalmi háttér együtt, mert hogy egyrészt jobban leképezi a társadalmat, ad igazságosságot, de nyilván az üzleti szereplők nem ezt szokták elsősorban nézni, hanem azt, hogy üzleti profitot jelent. Tehát, hogy az esélyegyenlőség megéri, rengeteg kutatás van, és interjú alanyok is, tehát globális cégek vezetői is beszámoltak arra, hogy nekik szükségük van gyárakban is vegyesen férfi és női munkaerőre, mert hogy egész egyszerűen eredményesebb az üzleti tevékenység, sokkal nagyobb a bevételük, hogyha vegyes csapatok vannak, mert hogy mindenki egy kicsit más szempontból nézi a világot, és ez a sokszínűség az, ami üzleti eredményességre fordítható. Világos. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, ez egy nagyon fontos kérdés, és hogyha még eredmények vannak, biztos, hogy meg is tesszük. Köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk. Viszontlátásra. Dr. Nagy Beáta kutatásvezetővel, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet egyetemi tanárával, professzorával beszélgettünk. Azt írja egy hallgató, szomorú, hogy valakiket csak azért fognak benyomni vezetőnek, mert meg kell, hogy legyen a nemek aránya. Na, erről beszéltem. És nem a ráterültséget nézik. Ez abszolút nem jó hozzáállás. Nem, igen, a németek is erőltették ezt. Most nem tudom, hogy hogyan állnak ezzel, és ezt már akkor is elmondtuk, hogy ez, sőt, nem csak mi, hanem olyanok is, akik azért küzdenek, hogy a hölgyeket ne érje diszkrimináció, hogy ez biztos, hogy nem jó. Mert ebből megint csak az lesz. De nem így van. Tehát nem így van, hogy most akkor kötelező, és akkor nyilván csak azért, mert hölgy valaki ezért felveszik, hanem amikor 2 azonos jelölt van, akkor lehet, hogy néha azt kellene csinálni, mint hallhattuk a sokszínűség jegyében, mert az jót tesz egy cégnek, hogy azt mondani, hogy igen, azonos jelöltjeink vannak, és akkor most mi a hölgyet választjuk. Persze, ebben az esetben ez egy jó gyakorlat, de hogyha csak az, amit mondjuk tőzsdei cégeknél előírják, hogy legalább 30%-ban női vezetőnek kell lennie a menedzsmentbe, ugye hát az biztos, hogy nem jó és kontraproduktív, mert lehet, hogy pont azért marad ki egy rátermettebb férfi vezető, mert ott a gender arányt kell javítani. Igen, szóval ez egy nagy vita, hogyha még beszélgetünk erről, folytatjuk. Csak nem most. Csak nem most, mert most hírek jönnek. Kérem szépen, a Danai Kata fogja elmondani a legfrissebb híreket, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá egy szintén nagyon izgalmas témával, azzal, hogy a tőzsde nem kaszinó. Senki ne higgye. Hát mi? Azt, és erre megpróbálom rávilagítani. Hanem fényes lokál? Igen, abszolút. Néha az, néha pedig maga a pokol. Na de nem, tényleg Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával azt fogjuk majd feszegetni ezt a kérdéskört, hogy mennyire nem kaszinó, és egy kicsit egyébként tényleg párhuzamba állítjuk a szerencsejátékkal a tőzsdét és a tőzsdén elérhető hozamokat, úgyhogy ez következik a hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.